Az emberek a cápákat lenyűgözőnek találják. Minél nagyobb egy cápa, annál erősebb késztetést érzünk, hogy a lehető legtöbb információt megtudjunk róluk. A Földön még a prehisztorik időszakban élt egy olyan cápafaj, ami a tápláléklánc csúcsán helyezkedett el, és az ősidők tengeri ökoszisztémájában domináns ragadozónak számított. Ez az ősi cápafaj pedig nem volt más, mint a megalodon. A megalodon nem csak egyetlen cápafaj, hanem egy különleges és jelentős faj, ami az embereket és a tudósokat mind a mai napig nagyon foglalkoztatja. A tudomány mai álláspontja szerint már 2,6 millió éve kihaltak, azonban egyes emberek azt állítják, hogy napjainkban is láttak egy-egy példányt, és még mindig az óceánokban kóborolnak. Mások viszont meg vannak győződve arról, hogy a Mariana-árokban vadásznak mind a mai napig. Ez valóban igaz lenne? Ebben a videóban utána járunk ennek a különleges cápafajnak a múltjáról, és bizonyítékokat keresünk arra, hogyha még mindig életben lennének, akkor miért nem találkozunk velük a mélységben. Itt a Sötét Múlt csatornán. Körülbelül 8 millió évvel ezelőtt egy kis bálnaszerű emlős éppen Peru melegvizes partjainál úszkált. Nagyjából 3 vagy 4 méter hosszú lehetett, mint egy mai beluga bálna, és még a plankton gazda vizet szűrte átszitálva a száján, nem is sejtette, hogy közvetlenül alatta az óceánok akkori csúcsragadozója úszkált. Igen, nem kérdés. Már bizonyára mindenki agyán át is futott az a tény, hogy ez a kis szerencsétlen bálnát éppen alulról fogják megtámadni, és egy jó nagy darabot ki is fognak harapni belőle. A cápák egyébként azért támadnak alulról vagy hátulról, hogy így az áldozataik ne tudják őket érzékelni az úgynevezett echolokációs képességükkel. Ez a képesség egy egyedülálló érzékelési mechanizmus, ami lehetővé teszi számukra, hogy úgymond lássanak, információkat szerezzenek az előttük lévő környezetről, még olyan helyzetekben is, amikor a látás vagy a szaglás nem lenne hatékony. Ennek a kis bálnának a megmaradt fosszíliáit pedig több millió évvel később megtalálták, és volt egy oda nem passzoló hatalmas, megkövesedett fog is, ami nem másé, mint az akkori csúcsragadozó cápái, a megalodoné volt. A megalodon akár 18-20 méteres is lehetett, fogai olyan nagyok voltak, mint egy felnőtt ember tenyere, vagy akár még nagyobb is. A megalodon szó egyébként nagy fogat jelent. Az állkapcsa olyan széles volt, hogy egészben le tudott volna nyelni egy felnőtt embert, becslések szerint az állkapos szélessége kb. 2,7 és 3,4 méter között lehetett. Ezek az állkapcsok pedig 276 fogat tartalmaztak, és a kutatások, amelyek rekonstruálták a cápa harapás erejét, azt sugallják, hogy a megalodon lehetett az egyik legerősebb valaha élt ragadozó. Az embereknél kb. 1317 Newton erősségi harapási erőt mértek, míg a nagyfejű cápáknál becsülték a harapási erőt 18216 Newton erősségűre. A kutatók úgy tartják, hogy a megalodon harapási ereje azonban 185.000 Newton is lehetett. Előfordulási helye Hollandiától egészen Új-Zélandig húzódott, tehát majdnem mindenhol, kivéve a sarköröknél. A tápláléklánc csúcsán helyezkedett el, és több mint 10 millió évig uralta az óceánok vizeit, egészen addig, míg kb. 2,6 millió évvel ezelőttig ki nem halt. Azonban ennek a cápafajnak a tulajdonságai és a sajátosságai a mai napig nem tűntek el. Amikor először feljegyezték a megalodont 1835-ben, a tudósok úgy vélték, hogy az óriási, fűrészszerű fogai annyira hasonlítanak a mai nagyfehér cápák fogaira, hogy eredetileg ugyanabban a családba sorolták a megalodont is. De ma már a hatalmas fogainak alapján végzett vizsgálatoknak köszönhetően a legtöbb szakértő azt állítja, hogy valószínűleg egy teljesen különálló családba tartozott, amelynek tagjai mind kihaltak már. A tudósok ennek a családnak a megafogú cápák nevet adták. Na de hogyan lettek ilyen óriási méretűek ezek a cápák akkoriban? Nos, a megalodon hatalmas mérete összefüggött az általa zsákmányolt állatok méretével. Mindkettőt a természeti erők formálták. Ezek a külső erőbehatások
a mezozoikum kor vége felé kezdődtek, amikor a bolygón a lemeztörések miatt hegyek emelkedtek ki Észak-Amerikában és Ázsiában. Az akkori időjárás pedig rengeteg tápanyagban gazdag üledéket pumpált az óceánokba, növelve az ökoszisztémák produktivitását a partmenti területeken. És ahogy az alga és a növényzet növekedett, úgy növekedtek velük együtt a tengeri emlősök is. A bálnák, delfinek és fókák mind magas zsírraktárakkal rendelkeznek, ezért tápláló, kalóriadús falatok a ragadozók, legfőképpen a cápák számára. És ahogy az idő múlt, a tengeri emlősök növekedésével bizony a cápák is növekedtek, nem is kis mértékben. Körülbelül 20 millió év alatt mind a tengeri emlősök, mind a megafogó cápák vonala, amely a megalodon kialakulásához vezetett, megduplázódott a méretükben. A megalodon különlegesen extrém gyorsan kezdett növekedni. A Panama és hasonló helyeken talált, újszült megalodon fosszíliái azt mutatják, hogy kb. 2-3 méter hosszúak lehettek, azaz a mai nagyfehér cápának közel a felét tették ki. És ezek a hatalmas kis cápák úgy nőttek és szaporodtak el az óceánokban, mint a bolond gomba. A megalodonról úgy vélik, hogy a kölyköket a part közelében hozták a világra. Ezek a sekély, partmenti vizek bölcsöt jelentettek a kölyköknek, védelmet nyújtva számukra a többi ragadozó ellen. Ezért van az, hogy a mai napig akár egy családi nyaralás alkalmával is könnyedén rálelhetünk egy-egy megkövesedett fog maradványaira. Egyébként az Egyesült Államokban, Kaliforniában található Sharktooth Hill a legjobb lelőhely a középső miocén korból származó megalodon fogaknak. A hely is nem véletlenül kapta a nevét, amit magyarra úgy lehetne lefordítani, hogy a cápa fogdomb. A növekedésük nagyfokú gyorsaságát azért tudjuk, mert a cápák csigolyáin gyűrűk jelzik a fejlődési ütemüket, éppen úgy, mint a fa éves gyűrűi. Ezek a gyűrűk azt mutatják, hogy a megalodon majdnem kétszer-háromszor olyan gyorsan nőtt, mint a többi emlős. A maximális méretüket kb. 25 éves korukra érték el. Tehát az idő múlásával való globális állatvilábeli növekedés, majd a gyorsabb testi növekedés is valószínűleg segített a megalodonnak versenyben maradni az általa vadászott tengeri emlősök méretével folytatott küzdelemben. Tehát a fizikai adottságainak köszönhetően a vadászatok során könnyebben és gyorsabban jutott táplálékhoz, mint a nála kisebb ragadozók. A megalodon fogait egyébként számos azonosítatlan állatok maradványaiban, ismeretlen bálna és fókafaj bordáiban is megtalálták. Ebből is jól látjuk, hogy a méretük szempontjából milyen jól alkalmazkodtak a környezeti hatásokra. Egészen addig, amíg a fosszilis leletek alapján nyoma nem veszett, amikor a pliocén korszakot leváltotta a pleisztocén korszak. Na de mi is történhetett a történelem legnagyobb csúcsragadozójával? Hát, beköszöntött a klímaváltozás, az élelemhiány, és elkezdődött a más ragadozókkal való versengés ideje is. A tengeri élőlények, és így beleértve a megalodont is, érzékenyek a klímaváltozásokra. A Föld történetében számos időszakban bekövetkezett klímaváltozások hatással voltak a tengeri élővilágra, és így a táplálék forrásokra is. Az éghalatti változások miatt a megalodon életkörülménye is megváltozhattak, és ez lehetett az egyik oka a kihalásának. A pleisztocén korszak egyébként a gleccserek korszaka, vagy hétköznapi nevén a jégkorszak. A hűvösebb, hidegebb idő pedig nagyon befolyásolhatta a megalodon táplálék forrását. Nagy valószínűséggel a fóka és bálnafélék elköltöztek olyan területekre, ahol maguknak sikerült tápanyagot találniuk. A megalodonnak az a víz lehet, hogy már túl hideg volt, és nem követte, vagy valamilyen oknál fogva nem tudta követni a zsákmányát. De 2016-ban egy kutatócsoport úgy döntött, teszteli ezt a hipotézist. Konkrétan azt vizsgálták, hogy ez a cápafaj tudott-e élni a hideg vízben is. A kutatócsapat egy modell segítségével újraalkották a pliocén és a miocén korszak óceáni hőmérsékletét, és összehasonlították a megalodon korabeli életterületeikkel. Megállapították, hogy míg ez a cápafaj preferálta a víz hőmérsékletét kb. 12 és 27 Celsius fok között,
Fosszíliái mégis olyan helyeken találhatóak, ahol a víz hőmérséklete mindössze csak 1 fok. Tehát a megalodon valószínűleg elviselt a hidegebb vizet is. Ez érthető, ugyanis a mai nagy cápák többsége mezotermikus, vagyis képesek testhőmérsékletüket egy kicsit magasabb szinten tartani, mint a körülöttük lévő víz hőmérséklete, ami segít nekik aktív maradni még a hidegebb vizekben is. Tehát, ha a bálnák és a fókák költözése nem volt probléma a számára, akkor mégis mi okozhatta a megalodon eltűnését? Nos, a megalodon eltűnésének időpontja 2 nagyon fontos változásra esik az állatvilágban, és így a történelemben is. Az első az új ragadozó megjelenése volt, amelyekkel a megalodonnak versenyre kellett kelnie. Például a miocén korszak közepén megjelent az óriás spermabálna, más néven a Leviathan Melville-i, melyet maga a Moby Dick könyv szerzőjéről, Herman Melville-iről neveztek el. De ellentétben a mai szívószájas spermabálnákkal, ezeknek a korai egyedeknek erős állkapcsaik voltak, a fogaik pedig rendkívül erősek, amik húsevéshez voltak alkalmasak. Ezen kívül 17 méter hosszúak voltak, és nem csak tintahalakkal étkeztek, de például más kisebb bálnafajokat is szívesen zsákmányoltak maguknak. És ez csak egy volt a sok ragadozó bálnafaj közül a miocén kor közepén. A késői miocén idején egy másik ellenfél is megjelenik a fosszilis leletekben, mégpedig a nagy fehér cápa legkorábbi őse. Ez a cápa pedig közvetlen versenytársa volt a megalodonnak. A más cápafajokkal versengés mellett a második fontos állatvilágbeli történelmi változás a bálnák populációjában húzódik. Ugyanis a pliocén korszak végére a bálnafajok száma drasztikusan lecsökkent. Ezek közül sok faj szűrőszájas volt, tehát kisrákokkal, mikroszkópikus algákkal, úgynevezett kolmoszatokkal táplálkoztak. Azonban a kolmoszatokban is körülbelül 3 millió évvel ezelőtt nagy visszaesést véltek felfedezni a tudósok. Nem teljesen egyértelmű, hogy miért történhetett mindez, de összefüggésbe hozható azzal, amikor Észak és Dél-Amerika földrészei végre összeolvadtak, és így a víz már nem tudott többé áramlani a Csendes óceán és az Atlanti óceán között. Bármely okból is történt, a kevesebb kovamoszat kevesebb rákot eredményezett, ami természetesen kevesebb élelmet is jelentett a bálnák számára. A kevesebb bálna miatt a megalodon pedig versengett a kisebb termetű, de sokkal gyorsabb nagyfehér cápa ősével. A megalodon a sokkal nagyobb termete miatt sokkal több táplálékra is volt szüksége, ami nem állt már a rendelkezésére. Illetve még a kihalás számlájára a genetikai faktort is felírhatjuk, ugyanis az állatpopuláció kihalásában a genetikai tényezők is fontos szerepet játszanak. Ha a megalodon populációja kicsi volt, akkor a genetikai változatosság is csökkent, ami növelte az érzékenységet a környezeti változásokkal szemben. Így, hogy a megalodon eltűnt a térképről, az elmúlt 1-2 millió évben a nagyfehér cápák és a gyilkos bálnák átvették az óceáni csúcsragadozók szerepét, bár ezek a jóval kisebb húsevők nem tudtak vadászni a termetesebb bálnákra, az akkora méretűekre, amelyeket nagy valószínűséggel a megalodon fogyasztott. Azt viszont tudjuk, hogy a mai nagyfehér cápák gyakran fogyasztanak akár fél méteres emlősöket is, így lehetséges, hogy a 18-20 méteres megalodon olyan méretű bálnák a tevet, amelyek meglehettek akár 8-9 méteresek is. Miután a megalodon kihalt, a bálnák testi méretei is robbanásszerűen kezdtek növekedni. Erre 2 ok is van. Az egyik, hogy a nagyméretű ragadozók eltűntek és nem vadásztak többé a bálnákra. A másik pedig, hogy a kovamoszatok is újra megjelentek valamilyen módon, amivel ezek a nagytestű bálnák táplálkoztak. Így semmi nem állt már az útjukba, hogy egyre nagyobbra és nagyobbra nőjenek, egészen akkorákra, hogy ma már a tengerben is a 25 méteres példányokkal is simán lehet találkozni. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az evolúció nem állt a megalodon oldalán, sajnos, vagy lehet, hogy nem sajnos, de ez a cápafajta nem tudott alkalmazkodni a környezeti hatásoknak megfelelően, ami végül a kipusztulásukhoz vezetett.
Annak ellenére, hogy számos bizonyíték szolgál a nem létezésükre, az internet mégis tele van rengeteg kattintásvadász, különbözően megszerkesztett videókkal arról, hogy még mindig élnek, és többen is láttak ekkora méretű cápa példányokat. Egyesek pedig azt állítják, hogy a Mariana-árok mélyén vannak, és azért nem jönnek fel onnan, mert ott vannak számukra a szükséges táplálékforrások. Na, egy kicsit vizsgáljuk meg ezt a dolgot. Tudjuk, hogy a Mariana-árok egy folyamatos sötétségben lévő hely, olyan mély, hogy a napsugarak már nem jutnak le oda, és az ott uralkodó nyomás is rendkívüli. Plusz, a Mariana-árokban rengeteg hidrotermális kémény található, amik hőt és különböző ásványi anyagokat bocsátanak ki, 572 Fahrenheit, azaz körülbelül 300 Celsius fokos hőmérsékleten. Tehát én kizárt dolognak tartom azt, hogy ez a hatalmas, termetes cápa folyamatosan ezeket a forrásokat, folyamatosan ezeket a kéményeket kerülgetni, miközben éppen a zsákmányára vadászik. Továbbá a mai ismeretek alapján teljesen máshogy kellene kinéznie külsőleg a megalodonnak, mint ahogy gondoljuk, ahogy kinézett. A Mariana-árokban való túléléshez ennek a cápának alkalmazkodnia kellett volna a környezeti feltételekhez, és az evolúciónak is kegyesnek kellett volna lennie hozzá. A cápának az étrendjét a bálnák, delfinek, fókák alkotják, tehát a kalóriadús falatok, és nem pedig az ott található életformák, amik gerinctelen halfajokból, áttetsző halakból és különböző medúzákból áll. Gondolhatjuk, hogy ezeknek mekkora lehet a kalóriatartalmuk. Tehát az ott lévő egyedekből rengeteget meg kellene ennie, hogy egy kifejlett 50-100 tonnás megalodon fedezni tudja a napi kalória bevitelét. Csak egy kis összehasonlításképpen, egy mai 150 tonnás kifejlett kék bálna napi szinten körülbelül 2 tonna planktont fogyaszt el az életben maradásához. Ha a megalodon azonban a Mariana-árokban fejlődött volna ki több millió évvel ezelőtt, akkor egy teljesen másfajta cápát ismernénk, mint kinézetre, mint táplálkozási szokásokra, mint pedig fizikai adottságokban. És abban is biztosak lehetünk, hogy nem is jönne fel a sekélyebb vizekbe, mivel ott nem találná meg a számára szükséges táplálékokat. De persze, ezek mind csupán csak spekulációk. Zárásképpen még annyit, hogyha egy ilyen nagyméretű állat, mint a megalodon, még mindig élne az óceánokban, arról biztosan tudnánk. A cápák nyomot hagynak más tengeri állatokon, és hatalmas fogainak tízezreinek maradványai továbbra is borítanák az óceánok fenekét. Nem is beszélve arról, hogy melegvízi fajként a megalodon nem lenne képes túlélni a mély óceánok hideg vizeit hosszú távon, ahol sokkal nagyobb esélye lenne, hogy észrevétlen maradjon. Na és ti, mit gondoltok erről a prehisztorikus csúcsragadozóról? Na meg esetleg a Mariana-árok és a megalodon kapcsolatáról? Kommentben írjátok meg a válaszokat. Ha pedig tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára is. Sziasztok!